Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség rendezett konferenciát újult erővel a sorsdöntő év előtt címmel Vásárosnaményban. A térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, azok az elvek, amelyeket ők képviselnek, nem divatosak jelenleg Nyugat-Európában. A mai világban lassan Nyugat-Európában bűn, ha valaki fölvállalja azt, hogy egyébként keresztény. Az, hogy egy nem átalakító műtéttel kapcsolatban egy amerikai középiskolást megkurcolnak, mert ő azt mondja, hogy a vallása alapján ő ezzel nem ért egyet, és képesek kiközösíteni az iskolai közösségből. Ez a woke kultúra együtt a ateizmussal, ez egy tragikus következménye lehet, és ezzel mindenféle szinten kell föllépnünk, akár egy ilyen helyi közösségi beszélgetés szintjén is. A konferencián Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi ügyekért felelős államtitkára tartott előadást. Kereszténydemokrata politikusként azt mondta, nekik kötelességük az évezredes eszmeiséget megmutatni. Ilyenkor nekünk, vallásos embereknek, vagy kereszténydemokrata politikusoknak kötelességünk elmondani az igazságot, kötelességünk elmondani, hogy mi az, ami az embereket szolgálja, egy-egy falut, egy-egy várost, vagy az egész nemzetet szolgálja, és nem hallgathatunk. És ilyen értelemben óriási szerepe van a kereszténydemokrata politizálásnak. Nem véletlenül Nyugat-Európában megpróbálják visszaszorítani, sőt, azt mondom, hogy nagy rész sikerrel is tették mindezt. A tanácskozáson szó esett arról, hogy a jövő év júniusában rendezendő európai parlamenti választáson megerősödhet a jobboldali keresztény politika. Magyarországon 21 mandátumról döntenek a választók a 705 fős testületben.